Marica! Kudelka! Marica! Kudelka! Vagyok össze, Populescu Dragomir. Igen, én meg vagyok a Dragolescu Populira. Marica! Na, mondtam, hogy Kudelka! Na, aludj tovább, papicska! Én vagyok neked csak egy álom, egy édes álom. Aludj tovább, papicska! Te meg így áll, Kudelka! Jó reggelt, felség! Marica! Alfred! Mi csiklandozza az orromat? A nap! Mostom a fráter! Nem is tudod, hogy éjszaka nem süt a nap? Engedelmével lassan már dél lesz! Dél! Hú, Dragomir! Ne berúg! Csupika! Ittunk sok pezsgő! Nagyot mulattunk, Dragomir! Na, ugye, találtam meg egy férfi, aki illik magára engem. Kedves Dragomir, kedves Kálmán, maguk ketten az egyedüli jó barátaim ebben a kastélyban. Nagyon jól tudják, hogy mi történt tegnap este. Szabári tisztartó úr még ma elhagyja a kastélyt, és én szeretném, ha tudná, hogy boldogulunk nélküle is. Én megboldogulok nélküle is. Dragomir? Igen? Maga az Istenért lesz felelős. Jó, majd megfeljem az ökröket. Ugyanis, mától kezdve dolgozni fogunk. Jó! Báró úr, maga pedig a tyúkokért lesz. Jó! Úgy is szeretem a pipiket. Este pedig elmegyünk a Csengeri csárdába, és akkor átmulatunk, hogy mindent elfelejtünk. Lányok, makra szívlehínek, Csengér táján, hogyha járnak, a zsárdába térnek. Mi 200 füstös víga úr, mi zsörög a csárdába. Ringó váló, Csengér jó ár kis angyal. Let's go!
sehováló. Bécsbe megyünk. Audienciát kérek a császártól. Én ezt a szatárit lefejeztetem, felakasztatom, és utána számüzetem. Még ma szépen előttem vele, aztán vége, nem ismerik egymást. Te még beszélni akarsz vele? Nálam vannak a papírjai. Küldd el nekik postán. Éppen eleget beszéltél vele. Bajica, vigyázz! Ez az ember olyan, mint egy kígyó. Ez megint levesz a lábadról. Hogyha hallgatsz rá. Nem engedem, Matti. Intézd el gyorsan. Nincs idő. Nincs romantika. Utazunk. Istenem, miért voltak ki a betyárok Magyarországon? Egy azért még van. Az a betyár, aki el akarta rabolni a pénzét. De érzékeny. A becsületemről van szó. Nekem még soha senki nem vágott pénzt az arcomhoz. Engem persze meg lehet találni, ugye? Meg akartam mutatni Cecília néninek, hogy nem ugrálok a parancsai szerint. De nem Cecília néni találta meg, hanem engem. Én azon, hogy nem mentem el az eljegyzésre, elveszítettem az örökségem. El lehettem tisztartónak. Tisztartónak? Nagyon jó volt. És ha akarja, ezt írásba is adom. Nagyon megköszönni. Már is. Szepári Péter. Török Péter, ha szabad kérnem. Török Péter. Hűségesen és becsületesen szolgálta a birtokomon. Szolgálta a birtokomon. Távozásának oka. Tudja jól, hogy én már tegnap el akartam menni innen, mert nem tartottam tisztességesnek ezt a játékot. Távozásának oka. Az esti előtt el akartam mondani mindent, de nem hagyta, hogy beszéljek. Távozásának oka, mondjuk, családi körülmények. Így kész is. Nos, tessék. Sok szerencsét az új munkahelyen. Prófnő, mielőtt elmegy, úgy érzem, hogy valamiről még beszélnünk kell. Ennyivel tartozom ennek. Nem tartozik semmivel. Sőt, én tartozom magának, fiatal idővel. És mielőtt elmegy, meg is fogja kapni. Na, mi van? Beszéltél vele? Az elbocsátó levele. És tudod, mi áll benne? Hát, tudom, én diktáltam. Gróf Szapári Wittenberg Péter kemény szívű, önfejű ember, de nem reménytelen. Sokat kell még szenvedni, amíg megtanulja, hogy nem lehet büntetlenül a mások rovására szórakozni. Ezt merte írni? Ez. Azt hiszi, hogy szenvedek. Pedig nem. Nem. Beszélj vele még egyszer. És már ennek értelme, Lizzo. Hogy tudod, engem csak az bánt, hogy pont akkor történik veled, amikor én meg olyan boldog vagyok. Hát valakinek boldognak is kell lennie a családban. De és hol van az a másik boldog? Dolgozik. Tojásokat válogat a tyúkolban. Valami hasznosat is csinál először életében. Jó, és milyen aranyosan csinálja? Kis tojgride? Nagy tojgri oda. Egyet a papának, egyet a mamának. Egyet meg Lizácskának. Kitaláltalak, Pista, te vagy az. Csak neked lehet ilyen büdös tyúkszagod. Lizácska, tegnap óta itt olyan a hangban, mint a síralomházban. Most azonnal el kell menni. Nem, muszáj még maradni. Mi mire várunk? Cecília néni érkezik, táviratoztam neki. Péter, tisztartó Marica birtokán, stop. Marica nem csinál semmit, stop. Idén elkezdődött, stop. Botrány elkerülhetetlen, stop. A botrány megtörtént, stop. Cecília néni érkezésével a helyzet meredeken romlani fog. Ja, és ezek közben úgy szeretik egymást. Hiába, ha a bakas is büszke, meg a tyúk is. Abból nem lesz hímes tojás. Jaj, Lizácska, csak én vagyok itt egyedül normális. Csak te vagy normális, vagy ketten együtt, de kivéve engem. Elnézést, azt hittem, maradtam volna egy szertén is, ha te nem vagy velem. Hogy te drága, te önfeláldozott te. Ez jó, mondj még ilyeneket, hogy ismerje meg végre magamon. Te hűs! Elég a pár!
Szerka Mikulás! És mit akar itt? Csikaj, csikaj, tramplicska! Csak szép sorjában. Tudod, nekem kell itt egy kicsikét, ugyebár tapogatóznom. Na, mit kézzel? Na, én vagyok itt küldöttség Fittenberg Cecilicska hercegnőtől. Teszünk okosan, jó? Na, adom neked ez a egy koronát. Micsoda gyönyörű spórkassa. Adom még egy koronát. Ja! Na, még egyet. És mit kell ezért csinálni? Hát én kérdezgetlek téged, és te felelgetel nekem, ugye? Felelek, ha tudok. Na, ugye van itt a birtokon egy dísztártó. Ismered? Hát persze, hogy ismerem. Aranyos porfiska, biztosan tetszik neked, ugye? De ez egy titkos dísztártó. Nekem tudnom kell, hogy van ezelőtt a Péterpe kurficska és a grófnő között ilyen technik. Na, hát akkor én most megsúgom magának, igen, hogy a grófnő ki nem állhatja azt az embert. Igen? Na hát, ez a grófnő tramplicska megéri a pénzét. De nem baj, abszolút nem baj. Van nekünk másik grófné tramplicska is a zsebünkben, a Péterke úrficska számára. Itt van például ez a Pardubici Bozsenka. Ez a leggazdagabb cseh arisztokrátnő. Nevé a fél Hranes Hradovec, Slumec, Kostrumliknec, Javorinec, Staropromenec és Pestin. És mondja, szép az a... A szépség nem minden. Ahogy a nagyköltő Krumec mondta Krumecben. Hát akkor csúnya? Nem csúnya, csak nagy. Port 46-os cipel. Van egész fehér bőre, olyan, mint a Pardubici Knédli. Van neki szép feneke, akkora, mint a Tóth kemence. Jézus, vége van, Cecilicska! Godelka! Két órája várok rád a kocsmában, te nyomorul! Mit művelsz itt? Tapogatóztam! De hát, nagyon nehéz kimenni valamit ebből a tramplicskából. Olyan buta, mint a föld. Marica, nem tudom szóhoz jutni. Én se, Cecilia néni. Godelka, mit csináltál? A rossz helyen tapogatóztam. Hát kérek nagyon, bocsánatot kérek, hogy véletlenül nyúltam oda. Nyúljunk! Oda nyúlt! Igen, ne nem tesz semmit. Kaptam érte. Hármat. Három fejlőt. Godelka, melyik a legnagyobb állat? A Rinecóresz! Te vagy egy nagy Rinecóresz! Egy igazi nagy Rinecóresz! Kudelka a sarokba! Marica, két napja úton vagyok, ülve édes lányom, mert olyat fogsz hallani, hogy úgy is leülsz. Igen, hallgatom, Cecília. Van neked ugye itt egy tisztartód a birtokon? Igen. Éppen jó neked. Kidobtam? Hát nem jöttél ki egymással. Szóval kidobtam. Tudod te, hogy kit dobtál ki? Igen. Gróf Szapári Wittenberg Péter. Szóval tudom? Hát ezért dobtad ki. Jaj, Cecilia néni. Szegény Péter. Na, de hát, majd én rendbe hozom ennek a gyereknek a tőt. Persze, a Kravec-Kravec-i grófnővel. Ezt is tudod? Hát... Kudelka! Melyik lábammal rúgjalak meg? A barlal! Abban lakik a reuma! Tudod, mi vagy te? Tudom, egy Rinecóre! Nem! Egy kapitális marha! Tudod, hol a helyed? Az istállóban! Thank you.
egy nagy szamár. Fogalma sincs, hogy kivaló hozzá. Na de hát, ezért vagyok itt, hogy segítsek. Persze, boldogtalannál tenni. Ó, hát te véded meg velem szemben. Te, aki kidobtad és gyűlölöd. Nem mondtam, hogy gyűlölöm. Talán azt mondtad, hogy szereted. Nem, azt sem mondtam, hogy szeretem. De ha Cecilia vinni akarja, halljuk. Akkor mondom. Halljuk! Szeretem. Édes lányom. Hát akkor nincs baj. Akkor minden rendben lesz. Nem, de semmi se lesz. Jön Péterke urvicska, és úgy fújtak, mint a potrineci bika. Az a jó, majd én rendbe szedem a dolgotokat. Na, édes lányom, csak akkor gyere vissza, ha valami nagy-nagy kiabálást hallasz. Jó. Kifelé. Ezt a viszont Cecilia néni! Miért jött ide? Így fogadod a te Cecilia nénédet? Aki mindig csak jót tett veled? Jót tett? Azzal, hogy kitagadott az örökségből? Megbántam. Azért vagyok itt, hogy bocsánatot kérjek. Péter kér, milyen szerencse, nem vetted el ezt a Maricát. Miért mi baj van vele? Jaj, ha tudnád, hogy miket hallottam. Ne érdekel! Jobb is, hát csak felizgatnád magad. Ez a nő egy szörnyeteg, egy portal, egy sár. Nem erre mondani, egy rossz fog. Na. Én találtam neked egy rá. Na, egy tudát ott van. Krabec Kralovecben. Övé a fél krumec krodinec. Kostominyecs Karolinec. Jarovinec, Staroplanidec. És pestjél! Ne fogod! Na, elég volt, Cecilia néni, hagyja abba a nyelvtörőt! Ne érdekel! Nem akarok megkárosodni! Na, édes fiam, ma elutazom! Nem utazunk! Hát csak nem akarsz itt maradni? Ennél a nőt! Elég volt, ne mondjam rá, hogy rosszat sem! Azok után, amiket hallottam róla! Így, ma megkérem a kezét! A kezét! Na igen, a kezét! Tudja, hogy az egész kezét! Hogy szeretem! Marica, a legjobb kor jött. Legyen a feleségem, ha most nemet mond, én elmegyek innen, és több, és nem kérem rád ezen a világon. Hát merek én nemet mondani. Hozzám jön. Boldogan. Marica, édes Marica. Kudelka, szivar. Elálljuk! Ez egy csók! Ez milyen finom. Marica, nem szégyeled magad? Nem. Hozzám megyek feleségül? Soha! Megyek a császárhoz! Megyek a csendőrséghez! De vedd le a szádat róla, ha hozzád beszélek! Cecilia! Na, te megjelensz valahol, mindjárt kitört a patrány! Nem csodálom, hogy az urat megcsalt egy műlavar nővel! Egy műlavar nővel! Egy egész cirkusszal! Beleértve a számoló nevét. Meg is érdemel, amit te sokkal ezben műveltél. Szép kis házasság! Neked még ilyen se jutott. Mert én még most is az igazira várom. Nem vagyok olyan könnyűvér, mint te. Könnyűvérű! Messze vagy te attól. Te haszott axi. Elintézek mindenkit, Marica! Te kufsteinbe mész! Maga pedig zárdába, 5 évig nehéz vagyba! Te soha veci dívan! Ugyan már! Hát csak nem ültök fel a fenyegetéseinek. Nagyon mitikus. Édes Maricám, nekünk már úgysem árt. Te még nem ismered az én nénikémet. Hogyha ő most tényleg elutazik Bécsbe, akkor nekünk végül. De nem utazik el. Nem utazik el, megakadályozzuk. Igen, de hogyan? Jaj, hát azt még nem tudom.
tüzet! Gondolkodnom kell! Na! Istenem! Ha most elrabolna egy betyár! Betyár? Sajnos már nincsen egy betyár. Hát! Bízzatok minden! A Cecilia nénitekre! Majd én gatyába rázom a dolgot! Kodálka! Utána! Ajtót! Köszönöm! Nagyon szeretem. Én is. Elveszlek, feleség. És lesz 4, 5 vagy 6 gyerek. Jó, de lesz egy kicsit. Á, ne. Vagy 8. És boldogan élünk, amíg meg nem van. Szeret. Dragomir! Domnyecu, Szicilicska!
De szép nagy lány lett belőle! Jaj, de te nem változtál semmit. Éppen olyan hülye vagy, mint... Én vagyok, aki vagyok, Cecilicska. Nem láttam erre Marisza grófnőt. De! Az előbb így csókolózott Szapári Péter grófnőt. És miért? Eljegyezték egymást. Jaj, nekem, nagyom, én most kaptam kosarat. Nem tudok mit szólni. Hát a legjobb, Dragomir, ha jó képet vágsz a dologhoz. Igazából, Sziciliska, majd jó képen vágom magam. Gratulálok, Marica! Gratulálok, víztartó úr! Köszönjük, felség! Olyan boldog vagyok, hogy végre így láttak benneteket kéz a kézben. Engedek, hogy bemutassam a bőlegényemet. Most érkezett a drága. Báró Késmárki István. Örülök, hogy megismerhetem. Mondja, nem találkoztunk mi már valahol. Nem hinném, kérem. Van egy kis gulyám? Reggel kihajtom, este behajtom! Toki! Ismeri, tetszik az unoka testvéremet. Nagyon aranyos fiú. Hát ha találkozik vele, akkor mondja meg neki, hogy... Mondja meg neki, hogy már nem haragszom rá. Nagyon örül. Fog ő örülni, nagyon. Na látjátok, gyermekeim! Ahol én megjelenik, mindenki virágzik. És mindenki megtalálja a boldogságát. Csak én nem. Hát, mert nem tudod, hogy hol kell keresni. Cecilicska, nem látogatnál meg Brajlában? Dragomir, meglátogatom. De ugye nem maradsz sokára.
Thank you.